Sziasztok! Ebben a videóban azt nézzük meg, hogyan készülnek az életünket keresztbe kasul minden irányból beállózó műanyagcsövek. Készül nálunk kábelvédőcső, vízcső, gravitációs csatornacső, dréncső, gázcső, gyártunk út alatti átvezetésekhez szükséges vezetékeket. Amit... Lehet, hogy alattunk is van most valami. Itt, ha nem is itt, de itt, ahol van egy csatorna, valószínű, hogy ugyanilyen cső van az aszfalt alatt. Ez az egyébként közel sem teljes felsorolás is jól mutatja, mennyire behálózzák életünket ezek a műanyagcsövek, legtöbbször láthatatlanul, de mindenhol ott vannak. Az, hogy természetesnek vett kényelmes életünk valószínűleg sehol sem lenne nélkülük. Debrecenben járunk Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb műanyagcső gyárában. A következőkben megismerkedünk majd a gyártási folyamattal és a gépekkel, amik ontják magukból a végtelen csőkígyókat. Ám ez már a folyamat vége. Aminél kezdeni érdemes, az az alapanyag az éppen hatalmas tartálykocsikon porállakban érkező polivinil klorid, hétköznapi nevén a PVC. A vegyi kombinátokban előállított PVC amúgy egy önmagában elég használhatatlan anyag, azonban ha kicsit foglalkoznak vele, stabilizálják, egy csapásra megváltozik minden. A PVC az egy nagyon érdekes alapanyag, ugyanis a sárga, rugalmas fürdőszobai gumikacsától a merev PVC csatorna csövekig bármit lehet belőle készíteni, attól függően, hogy milyen adalékanyagokat adunk hozzá. A PVC stabilizálásnak egy művészete van, tehát ez gyakorlatilag egy olyan rugalmas ipari technológia, hogy ugyanabból az anyagból nagyon sok mindent lehet. Csak ezek a stabilizátorok teljesen másak, mondjuk egy fóliagyártásnál vagy egy csőgyártásnál. A lényeg, vagyis a gyártás tehát az üzemben folyik, mégis itt a negyediken, ahová korábban egy igazi retro lifter érkeztünk meg, dől el gyakorlatilag minden. Ez itt a konyha, a nyers PVC-t itt teszik használhatóvá, méghozzá úgy, hogy a stabilizálás során különböző adalékokat kevernek hozzá. Mindet nehéz és felesleges is volna felsorolni, de a különböző színezékek és stabilizátorok mellett megtaláljuk például a krétaport is, ami a földbe fektetett csövek merevségét hivatott javítani. És mivel egyszerre 6 különféle tulajdonságokkal bíró csövet gyártó sort kell innen kiszolgálni, a folyamatok vezérléséhez egy elég masszív számítógépes rendszer, ha úgy tetszik, egy központi agy szükséges. Az egész rendszert ezzel a számítógép szoftverrel irányítjuk. Hány éves az a rendszer? Maga a hardware az legalább 40 éves, tehát az, amit itt látunk, mint épület, meg a tartályok, meg stb. Viszont maga ez a szoftveres vezérlés, ez olyan 20-valahány éves. Most éppen azon dolgozunk, hogy ezt le kell cserélni, mert már nem nagyon lehet hozzá pótalkatrészt találni, és hogyha ez a berendezés valamilyen oknál fogva a kritikus állapotba kerül, akkor nagy bajba vagyunk. Mi itt évente 20-20 ezer tonna PVC-t használunk el. Az csőbe kifejezve méterbe? Hát lehetetlen, mert nem mindegy, hogy 10 mm-es vagy 500 mm-es a cső, de sok 10 millió méter csőről van szó. Na és akkor lássunk ebből a sok 10 millió méter csőből most egy pár métert, irány az üzem, a konyhában bekevert alapanyagokból, itt készült tehát a cső sok-sok színben, sok-sok falvastagsággal és sok-sok különböző hajlékonysággal. Tegyük fel, hogy valakinek csak egy perce van most, azt mondja, hogy egy percet szán erre, mondjuk el annak, hogy mi történik itt nagyon röviden. Nagyon röviden, megérkezik az előre stabilizált PVC-i por ezeken a csöveken. Ez két extruder, ami ezt a port megmelegíti, összetömöríti, gyárt belőle képlékeny melegített anyagot. Utána ebben a fejben kapja meg a cső formáját. Ez egy olyan vákumtartály,
ami arra szükséges, hogy azt a képlékeny anyagot ne engedje összehullani, hanem a cső az cső maradjon. Ebben a tartályban ezt a képlékeny anyagot lehűtjük. És itt már látszik. És itt már gyakorlatilag egy merev, csőformájú keletkezik. Mivel ez egy folyamatos gyártás, ebből néhány különböző hosszakba, 1-2-5 méteres hosszba ledaraboljuk az utolsó résznél. Ezeket az előre ledarabolt csöveket megtokozzuk és kialakítjuk ezt a hornyot, amiben egy gumit beillesztve víztömören össze lehet őket dugdosni, és még egy do it yourself rendszerbe is lehet csinálni. Lejárt az egyet. Ezzel az egy perccel szinte lehetetlent kértem, de kezd csinálónak talán jó volt, nézzük akkor részleteiben. Az adalékokkal megtámogatott PVC por, tehát gravitációs tartályokon át jut le a konyhából ide az üzembe. Itt láthatok az egyes gyártósorokhoz tartozó alapanyagok. Ebből a hamuszerű porból szürke vízcső lesz, ebből a sárgából pedig locsolócső. Vannak aztán esetek, amikor nem lehet pont a megfelelő árnyalatot a toronyban kikeverni, ilyenkor úgynevezett mesterkeverékekkel állítják be a színt. Az imént vizsgált narancsárga szennyvízcsőhöz például ez a festék jön majd. A gépsoron az első állomás az extruder, amin belül az anyagot óriási hősok éri. A hősok hatására képlékenyé vált anyagot a rendszer átnyomja egy csigán, avagy extrudálja. Itt látható egy éppen használaton kívüli gép csigája. Az itt használt műanyagokat éppen az extruderben történtek miatt termoplasztikus, avagy hőre lágyuló műanyagoknak is nevezzük. Na de, hogyan keletkezik a sajtolással létrejövő olvadék kolbászon belül a lyuk? Azaz, hogyan lesz ebből cső? Ez egy nagy trükk. Így van. A csőgyártásnak az egyik legnagyobb varázslata az, hogy a főszerszámunkból, a présgépből, extruderből egy rúd formájú kompakt anyag jön ki, és hogy varázsoljunk bele lyukat. És ez egy olyan trükkös megoldás, aminek gyakorlatilag a lelke egy szerszámnak egy ilyen alkatrész. Ezt az alkatrészt hívjuk torpedónak, amikor a gépből kijött puha anyag ezt a csúcsot elkapja, gyakorlatilag belevarázsoljuk a lyukat, de mivel ez nem tud levitálni, ezért ezeken a kis bordákon a megömlesztett anyagot átoljuk, és a szerszám túloldalán pedig a csíkokból egy csövet varázsolunk az ellennyomással, tehát a szerszám kialakítása az úgynevezett torpedó bordák után olyan, hogy azokból a csíkokból újra csövet csinál, tehát már belevarázsoltuk a rúdba. Tehát így lesz a cső, így születik a csövet. Így van. És onnantól kezdve már más varázslatok is történnek vele, mert azt a puha anyagot körformájában meg kell tartani, le kell hűteni, de gyakorlatilag a szíve lelke a csőgyártásnak ez az alkatrész. Ez létezik. Nagyon nagyban. Másfél méteres átmérőben is, ez például egy kisebb átmérőjű elkatrész. Körülbelül ez a csőmérete, ugye ott a végén? Körülbelül igen. Uh-huh. Tehát egy ilyen 25-30 mm-es belső furatú csövet gyártunk ezzel az alkatrésszel. A következő fontosabb állomás a vákumtartály, ami kialakításánál fogva azért felel, hogy az extrudert elhagyó képlékeny cső elnyerje a merevségét. A rendszer elég zárt, így kívülről csak nagyon kevés látszik, egyedül talán az oldalt elvezetett hűtővíz árulkodik arról, mi zajlik bent. Ha azonban megnézzünk egy éppen javítás alatt álló szétszedett vákumtartály, sokkal világosabb lesz minden. Egyrészt látszanak azok a fúvókák, amiken a víz a rendszerbe kerül, másrészt néhol látszik a kaliber is. A kaliber az az elem, ami a cső formájának megtartásáért felel. Az imént bemutatott torpedó tulajdonképpen erre húzza rá az elkészült, még képlékeny műanyagot. A perforációk, vagy a lyukak azért vannak a kaliberen, hogy a hűtővíz távozni tudjon a rendszerből. Ahogy minden méretnek, azaz minden csőnek van saját torpedója, ugyanúgy van tehát saját kalibere is. Ezeket cserélgetik a gépen belül, ha új termék gyártására állnak át.
A már merev, végtelenített csőkigyóra ezután lézeres tintával felviszik a legfontosabb gyártási adatokat, például, hogy hol és mikor készült, talán felesleges is mondani, mennyire fontosak lehetnek ezek az adatok, például egy csőtörés okainak a vizsgálatánál. Az elkészült csövek közül a flexibiliseket, mint amilyen például ez a gázcső, feltekercselik. A merev csöveket utolsó gyártási lépés gyanánt méretre szabja a rendszer a betáplált program, azaz a megrendelés alapján. Nagyon látványos az is, ahogy a vágást követő fázisban egy infravörös kazán beiktatásával felmelegítik a csövet, és kialakítják ezzel azt a karimát, amiben majd a gumitömítés jön, és ami a kapcsolódást biztosítja a csőelemek között a későbbiekben. Szóval tényleg csak ámul és bámul itt az ember a sok lehengerlő folyamatot látva, de közben meg mi van? Éjjel-nappal termeljük a műanyagot? Nincsen már belőle éppen elég? Műanyagok nélkül, kicsit sarkosan fogalmazva, a mai életünk, az tuti biztos, hogy nem úgy nézne ki, és nem volnánk képesek műszakilag olyan dolgokat összerakni, ami ma egy hétköznapi berendezés, ha valaki varázs szóval eltüntetné a műanyagot. Mi történik? Tehát ha megnézzük otthon a televíziót, a rádiót, vagy a konyhabútort is, műanyag nélkül ezek a berendezések nem léteznének, mert manapság rengeteg műanyag alkatrészből áll össze, mondjuk egy lapos tévé. De ugyanúgy a konyhabútornak a felületi fóliája, amik a dizájnját adja, az is műanyag. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala viszont az, hogy sajnos nagyon keveset foglalkoznak a műanyag másik szemléletű megközelítésével, hogy meddig is használunk egy műanyag alkatrészt. Ezért óriási zavar van a fejekben, mert összemossák az emberek a lebomlás, az egyszer használatos poharat, aha, egy olyan műanyag csővel, ami 100 évig garantáltan működnie kell a föld alatt. Ja, mert hogyha én ezt megkérdezem, hogy mikor bomlik le, akkor arra az a válasz, hogy jó pasoha. Több ezer évet fog élettartama egy műanyagnak, hogyha nincsenek külső hatások, mint UV, vagy túlzott melegedés, vagy stb. Több száz vagy ezer évig is. Persze, a műanyagnak is időben csökkennek a tulajdonságai, a szerkezet fárad. Ugye, ahogy a beton vagy az acél is fárad, a műanyag is, viszont teljesen lebomlani és ugye eltűnni a világból, ezer évekbe telik. De más akkor, amikor műanyagból egy egyszer használatos villát nézünk, meg más, amikor egy televíziót, ami legalább 10 évig működik, vagy egy autóalkatrészt, mert mondjuk annak a targoncának a szélvédője, vagy a hátsó stoplámpája, az abroncsa, a kormány bevonó műanyag, ez mind-mind valamilyen polimerből készül. És egy ilyen gép mondjuk 20 évig működik. Természetesen használnak újrahasznosított műanyag granulátumot is bizonyos részben és bizonyos termékekhez, de fontos tudni, hogy olyan csövek esetében, ahol igazán fontos a nagy terhelhetőség és az élettartam, csak elsődleges granulátum használható, az újrahasznosított anyaggal ugyanis nem érhetők el a kívánt fizikai paraméterek. És ha már élettartam, a műanyagokat lehet mesterségesen öregíteni, és ezt az üzem laborjában meg is teszik. Csak azért állhatunk emellett a láda mellett, mert ki fogjuk nyitni. Igen. Hát ez egy... És mondtad, hogy gőz, igen, fel is csapott rendesen. Ez egy nyomáspróba rendszer. Azért van gőz, mert figyelembe véve, hogy az anyagok időben átváltoznak, működés közben elveszítik a tulajdonságaikat, viszont nekünk nincs 50 évünk nézni folyamatosan, hogy mi lesz a csővel. És itt tudjátok modellezzük. Sokkal nagyobb nyomáson és sokkal nagyobb hőmérsékleten, mint a hétköznapi működés közben csődarabokat teszünk oda nyomáspróbázni. Itt most van benne? Van benne, igen, hát az én kezem bírja, mert hozzászokott. Ez egy 85 fokos medence, ahol ezt a csődarabot vizsgáljuk, hogy hogy viseli a nyomást, és ezzel tudjuk a hosszú élettartamot modellezni. Tehát körülbelül 165 óra alatt bizonyos extra nyomással és extra hőmérséklettel le tudom modellezni, hogy 50 évig a cső hogy működik, mert mondjuk ugyanez a cső hétköznapi körülmények között nem 16 bár, hanem csak 2 báros nyomással, és nem 85 Celsius fokon, hanem csak 23 Celsius fokon működik. A
medencében tehát mesterségesen 50 évesre öregítik a csövet, de van itt olyan gép is, amin egy nyomáspróbával azt vizsgálják, hogy kibírja-e majd a vízcső több méter mélyen a rá nehezedő föld nyomását. A PVC-t már közel 150 éve ismerjük, egy német vegyész, Eugen Bauman találta fel 1872-ben, egyébként merő véletlenségből. Kezdetben instabil szerkezete törékenysége miatt nem tulajdonítottak az anyagnak különösebb jelentőséget, de amint sikerült megszelidíteni, stabilizálni, egyértelművé vált, hogy elektromos húzalok szigetelése mellett az olcsón és nagy mennyiségben előállítható, könnyű PVC kiválthatja a drága és nehéz és ezért jóval lassabban fektethető fémből készült vízvezetékeket is. Persze vannak olyan alkalmazási területek, ahol a fém sosem lesz helyettesíthető műanyaggal. A padlófűtés csöveknél például azért használnak alumíniumot, hogy megkösse a vízben lévő szabad oxigént, így ugyanis elkerülhető az oxigén diffúzió és nem rozsdásodik be a kazán. De hogy jön ez most ide? Úgy, hogy ez az alumínium cső itt kívül belül kap egy műanyag köpenyt. Miért nem elég csak az alumínium? Mert az vastagon maga az alumínium egy soha nem lenne ennyire rugalmas, képlékeny. A másik, hogy óriási a műanyag helyett ugyanezt a tudást, sokkal vastagabb alumíniumból kellene készüljön, ami már nagyon drága lenne. Ebben egy 0,2 mm vastag alumínium fólia van, tehát ennek csak a mechanikai szerepe is van, de elsősorban az oxigén diffúzió a fontos. Ebből lehet szép csőkígyókat hajlítgatni, amiből a készülő házak padlófűtését szokták készíteni. Itt tehát nagyon nagy vonalakban arról van szó, hogy extrudálnak egy 100 milliméternyi falvastagsággal bíró műanyag csövet. Különbség viszont az eddigiekhez képest, hogy műanyag gyanánt itt most nem PVC-t, hanem polietilén granulátumot használnak, ez ugyanis magas hőmérsékleten sem veszíti el a szilárdságát, illetve megtartja a benne lévő folyadék nyomását, és hosszú távon sem öregszik hőhatására. Az elkészült műanyag cső külső felét egyből ragasztóval látják el, majd a tekercsben érkező alumíniumot igen látványos lépésekben megmunkálják, aztán pedig, ahogy hallottuk, elég vékony rétegben ráformázzák azt a ragasztóval ellátott műanyag csőre. Harmadik lépésben az alumíniumra kívülről is jön egy vékony műanyag réteg, ismét extrudálással, majd a vizes hűtés következik. Mivel itt is nagyon magas minőségi követelményeknek kell megfelelni, az elkészült csövet végül hipergyors digitális kamerákkal is ellenőrzik még. Ha a kamera hibát talál, az adott csőszakaszt az operátor egyszerűen eltávolítja a rendszerből. Hosszan lehetne még mesélni, mi minden van itt, de csőből is megárt a sok. Na cső! A videó a Pipelife támogatásával készült.